A helyi polgármesteri hivatalban indult a nap, ahol képviselőkkel és helyi vállalkozókkal találkozott Szabó Zsolt államtitkár. Ezek után az idősek otthonába látogatott, ahol egy házi áldást is kapott az otthon egyik lakójától, Margitka nénitől. Csintalan István polgármester szerint az idősek otthonára olyan nagy az igény, hogy a felújításán túl már a bővítését is tervezik. Szeretnénk a meglévő idősek otthonát felújítani, átalakítani, illetve bővíteni, ha lesz rá pályázati lehetőség. Ugyanis jelenleg 27 bentlakunk van, és a várólistán is több mint 10-en vannak. A környékbeli településekről vannak itt a lakók, illetve maguk a dolgozók is, hiszen ez egy munkahely, és a munkahely bővítéssel is egyben lenne akkor ez kötve. 35 főig szeretnék az idősek otthonát bővíteni, erre egy FOP-os pályázat keretében lát lehetőséget Szabó Zsolt államtitkár. Eredetileg polgármester úr azt kérte, hogy az idősek otthonát próbáljuk meg egy kicsikét segíteni és pályázati pénzt hozni. Pályázunk az FOP-ban, ahol egy ilyen közösségi teret szeretnénk ott kialakítani, berendezéssel egyéb, és ezt szeretnénk megoldani. Időközben beadtam egy kérelmet egy miniszterelnökségre, amiben a templomot szeretném felújítani. Még ez a pénz, ugye még ezt nem nyertük meg, majd megbízunk benne, hogy meg lesz. Zaránk település vezetése ugyanakkor a helyi infrastruktúrát is szeretné fejleszteni, 6,5 millió forintot nyert a Szabadság utca felújítására, de a jelenleg még makadám utaknak nevezett utcák egy részét is aszfaltréteggel tervezik bevonni. Ezen kívül felmerült a Tarnamira és Kiskörek között tervezett kerékpárúthoz való csatlakozás is. A Nap Víg Imre tejtermelő gazdaságának a bejárásával zárult.